A Globo magazin korábbi adásaiban már többször részletesen beszámoltunk arról, hogy a terület és település fejlesztési operatív program segítségével épült meg Bekecsen a Lurkóház napközi otthonos óvoda szomszédságában az új bölcsöde. A nevelési intézmény elkészítésére 80 millió forintot kapott a település. A Magyar Falu programban a helyi önkormányzat pályázott a nevelési intézmény belső megújítására, ebből a pályázatból sikerült vásárolni 2 darab kinti játékot és 5 darab babaházat. Egy másik projektből alakították ki az ütéscsillapító részt is, így a kicsik sokkal önfelettebben játszhatnak, szaladgálhatnak. Ezeket a beruházásokat adták át ünnepélyes keretek között. Ez egy pályázati láncolat. A legkisebbtől a legnagyobbik, hisz a legnagyobb értékű, legkomolyabb pályázatból a tájfejlesztés operatív program keretében készült el a bölcsödénk, ami mostantól január 29-től szolgálja a helyiek érdekeit, a gyerkőcök örömét, jelen pillanatban pedig 26 gyerek, mondhatni, a bölcsőre neveltje, a bölcsödének a kis lakója. Ezen kívül a óvodán kívül belül megújult egy Magyar Falu program keretében, az udvarral lefektettünk ütéscsillapító felületet, játékokat vásároltunk, és egy teljesen új játszóudvart alakítottunk ki. Az óvodánk, ami is szintén kibővített létszáma működik, és vannak újabb jelentkezünk, és a bölcsöde koncepciót, amikor kialakítottuk, sokat gondolkoztunk azon, hogy egy vagy két csoportszoba, egy vagy két csoportra elegendő gyermek számára építsük meg, bíztunk a jövőbe, ezért 2 csoportot vállaltunk igazándiból, 24 gyermeket, és jelen pillanatban 26 gyermek van a bölcsödénkben, ez a maximális létszáma, de még ugyanúgy lenne egy 5-6 gyermek, aki szívesen jönne hozzánk. Az itt dolgozó pedagógusok munkája úgy gondolom, hogy egyfajta vonzerőt kell, hogy jelentsen a szülők és a gyermekek számára, ugyanakkor a folyamatosan megújuló infrastruktúrális háttér is nagy segítség. Az eseményen részt vett Kont Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, aki beszédében kiemelte azt, hogy a gyerek a legjobb biztosíték arra, hogy van biztos jövőnk. Az országgyűlési képviselő gratulált Sóváriné Kis Erika óvodavezetőnek a múlt héten megszervezett óvodavezetők országos konferenciájához is. Itt voltak a szülők, akik nagyon izgultak, és tényleg csodálatos műsort láthattunk a gyerekektől, és hát természetesen az óvoda pedagógusok is beálltak, és így együtt itt a hagyományőrzés keretében láthattunk egy nagyon szép műsort. Ugye ez a bölcsőde, ami mögöttem látható, szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy itt elkészült. Eleve az fontos, hogy igény volt rá, és tényleg nagyon nagy bölcsőde, mert 26-an járnak ebbe a bölcsődébe, és nincsenek már szabad helyek, ez mutatja, hogy volt rá szükség. Az is nagyon jó, hogy itt van egymás mellett az óvoda, a bölcsőde, itt van ez a játszótér, ugye itt nagyon sok fejlesztés volt a Magyar Falu program keretében, és még lesz további fejlesztés a bölcsődei játékok esetében is. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy itt Bekecsen tényleg központban vannak a gyerekek, és nagyon-nagyon fontosak. A bekecsi bölcsöde és óvoda is teltházzal működik. Ez azt is bizonyítja, hogy a szülők nem csak a községből, hanem a környező településekről is szívesen iratják gyereküket a nevelési intézménybe. Intézmény vezető asszony ugye ezt már jelezte, hogy szükség lenne erre a bővítésre. Nyilván polgármester úrral én is egyeztetek ezekről a lehetőségekről, az pedig egy nagyon jó visszajelzés egyébként az óvodának, hogy folyamatosan helyhiánnyal küzdenek, tehát nagyon sokan szeretnének idejárni, úgyhogy mindenképp ezt a kérdést meg kell vizsgálni, és hát meglátjuk a lehetőségeket, mert azért a hely is fontos, hogy egyáltalán milyen irányba lehet bővülni. Az ünnepi eseményen a gyerekek és az óvodapedagógusok népviseletbe öltözve mutatták be az alkalomra készített műsorukat. Mi hetek nevet van az, hogy menjen utáját, mi hetek nevet van az,